Sziasztok! Köszönöm szépen! Berta Isti vagyok, és akkor, ahogy Áron is elmondta, két témakört hoztam mára. A két kisebb témában gondolkoztam, ez annyiban nem jött össze, hogy az egyik az megnőtt, a másik meg kisebb lett, illetve kiderült közben, hogy nem is akkora nagy, mint amennyire korának szántam. A nagyobbik téma az ember a gép ellen, avagy ember hogyan tud olyan módon titkosítani, hitelesíteni, stb., hogy az egy gép számára, mai gépi támadók számára, vagy velük szemben is erőt jelenthessen. Na, hogy kell ezt? Ez a két képernyő dolog, ez meghökkentett egy kicsit. Tehát a kriptoalgoritmusok többsége, amit használunk ma, az nagyon komplex, sok erőforrásba kerül, használni őket. Általában a számítógépeket használunk kriptográfiára, vagy bármilyen kriptoművelethez. A Human Computer Cryptography, vagy Pencil and Paper Cryptography pedig arról szól, amikor ezt nem így csináljuk, hanem számítógép nélkül emberi erőforrásokkal próbálunk meg üzeneteket megvédeni kriptográfiai eszközökkel, és az a kérdés, hogy erre mennyiben vannak lehetőségeink. Tehát tud-e az ember olyan módon titkosítani, hitelesíteni, hogy azt a mai támadók, hárombetű szervezetek nem nagyon tudják támadni, nagyon tudják dekódolni valami értelemben. Miért beszélünk erről? Akkor használható, hogyha nincsen számítógépünk, mondjuk az manapság ritkaság, ha nincsen megbízható számítógépünk, amikre tényleg rábíznánk az érzékeny információinkat, amiket védeni szeretnénk, ez már problémás. Hogyha eredeti módon szeretnénk gondolkozni a kriptográfiáról, és nem csak a meglévő dobozokból, akkor innen érdekes ötleteket meríthetünk. Illetve ez egy nagyon buli témakör, és leginkább az utóbbi két terület miatt, hogy érdekes dologról van szó, illetve érdekes ötletek vannak benne, emiatt esett erre a választás, amit ezeket beszélnék. Ember és gép. Hát az ember az lassan számol, a gép az sokkal-sokkal gyorsabban számol. Ember az néhány karakter tud csak megjegyezni kulcsnak, a gép pedig hosszú-hosszú gigabájtokat tud kezelni. Az ember hibázik, a gép pedig szinte sohasem. Az embernek vannak további képességei, érzései, vágyai, álmai, művészeti alkotásokkal képes, hát a gép ilyet nem csinál. Az a kérdés, hogy van-e így az embernek esélye a gép ellen, felül tudunk-e kerekedni a géppel szemben. Nem teljesen eretnekségnek tűnik a dolog, mert a kriptográfia arról szól, hogy valamilyen belső információ kulcsbirtokában hogyan tudunk olyan feladványokat feladni, amelyek irreálisan nagy számítási kapacitást igényelnek a másik fél részéről. Meglátjuk, hogy ebben mennyire lesznek lehetőségeink. Mielőbb belevágnék, néhány fontos kijelentést szeretnék tenni. Ha valaki azt várja először is, hogy én most mutatok egy olyan módszert, amivel egy ember papírszerű eszközökkel könnyen, kényelmesen, gyorsan, biztonságos kriptot fog tudni csinálni, ami véd a nagy számítógépes megmozgató támadók ellen, akkor most menjen haza, ilyenről nem fog beszélni. Ha lenne ilyen, akkor nem szórakoznánk AES-sel, meg RSA-val, hanem azt használnánk. Tehát nincs ilyen, illetve nem tudok ilyenről. Nem fogok semmi újdonságot mondani, cikkeket fog idézni, cikkekről fog beszélni, amelyeket publikáltak, amiket megvalósítottak. Nagyon sok dolog, amiről beszélni fogok, igen, egyszerű elemekből áll, néha-néha nyilvánvaló dolgokat fog mondani. Szerintem az a szép ebben sok egyszerű érdekes nyilvánvaló dolgokat fog egymás mellé tenni, és talán mégsem az eredménye, vagy nem mindig az. Nem szándékszom olyan belemenni a részletekbe, belinkelem a cikkeket magukat, hogyha valakit érdekel, akkor lehet ebben kattintani. Nem állítom végül is, hogy teljes képem lenne. Lehet, hogy tudtok olyanokat mondani, amikre én nem gondoltam, amikről én nem tudtam, szóljatok nyugodtan, és nagyon örömmel fogadom. Biztos, hogy van, amit kihagytam, és amire nem beszéltem. Mi az, ami biztosan nem működik? Egyrészt a történelmi kriptoalgoritmusok nagy része az használhatatlan máma. Tehát itt a Scutalit írtam fel, meg a CSR rejtélezőt, ezek mind max egy úttörő tábor szintjén jelentenek biztonságot, vagy cserkésztábor szintjén, attól függ ki hogy milyen korú, stb. Ott is feledettet ezeket törni, ma már semmit nem érnek. Vannak ezeknek kicsik felturbózott változatai, hogy nem egy betűt képezünk le egy betűben, hanem kettőt kettőbe, csoportosítjuk őket, stb. Ezek ugyanolyan használhatatlanok a mai támadókkal szemben, ugyanúgy nem érnek szinte semmit sem. Tehát azt írtam, hogy szinte ROT 13-ban nyújtanak azonos védelmet, az a semmit. Vagy brute force-olni lehet őket, vagy pedig a gyakoriságanalízis alapuló támadásokkal ki lehet mutatni bennük szabályosságot a szövegre, tehát nem jó semmire sem. Többnyire. A modern algoritmusokkal meg az a baj, hogy azok meg
irreálisan sok számítást igényelnének egy felhasználó részéről, tehát hogyha valakinek RSA-t kéne számolni, egy 248 bites RSA-t, akkor néhány nap fogdával, kenyeren is viten jobban járna valószínűleg. Hamarabb végére érne dolognak. Van néhány olyan algoritmus, amely nagyon fanatikusan megpróbálkozhatnak, de én nem ezekről szeretnék beszélni. Három nagy blokkra bontottam, amiről beszélek, titkosítás, partnerhitelesítés és üzenethitelesítés. Titkosítással kezdjük. Itt a legelső, ami nyilvánvalóan felmer az emberben, ilyenkor az a one-time pad, amikor n-bit nyílt üzenetet szeretnénk titkosítani, ehhez n-bit kulcsra van szükségünk, és egy bitenkénti XOR számítunk ki, és a bitenkénti XOR lesz a rejtett üzenet. Ami lényeg, hogy valódi véletlenre van szükségünk, és sohasem szabad újra használnunk a kulcsbiteket, mert ha ezt megtesszük, akkor azon, tehát ha nem valódi a véletlen, vagy ha újra használjuk a kulcsbiteket, hirtelen nagyon gyenge lesz a rejtjelzőnk. Ez egy nagyon nehéz kulcsmenedzsment probléma, tehát valahogy továbbítani kellene azt nagyon-nagyon sok kulcsot, mindig annyi kulcsot, amennyi üzenetünk te szeretnénk átvinni, biztonságos módon, ha át tudunk vinni annyi kulcsbitet, akkor miért nem üzenetet visszük át olyan módon. A one-time pad tökéletes, feltétlenül nélkül biztonságot valósít meg. Ha tökéletesen használják, vagy megfelelően használják, megfelelő randommal, akkor a támadó kapacitásától független nül biztonságot jelent, egy brute force támadás is csak az összes lehetséges üzenetet sorolná fel, és nem mondaná meg, hogy melyik a valószínű, melyik nem valószínű, tehát nem sokat érnénk ezzel szemben. Ez bizonyítva van, hogy független valószínűségű változó ilyenkor a rejtett üzenet meg a nyílt üzenet, tehát semmilyen módon nem lehet következtetni a rejtett üzenetből a nyílt üzenetre vissza. Erről a kulcsmenedzsment programban beszéltem már. Egyszerű az algoritmus, ember nyilvánvalóan nem tud megjegyezni hosszú véletlen one-time kulcsot, tehát az irreális. Ha valahogy fel tudja írni magának, és ezt tudja biztonságosan védeni, akkor használható. Vagy pedig fejben megjegyzi a kulcsot, és akkor néhány bitnyi, néhány karakternyi üzenetet tud ezzel megvédeni. Ilyen esetekben képzelhető el ezt használni. A papírra leírt kulcsokról sokszor fog itt beszélni, ezek a teljesen online támadóval szemben nagy biztonságot jelentenek. Tehát aki csak az interneten próbál támadni, csak lehallgat, csak betör a gépemre, az ellen nem, annak nem reális a papírra írt kulcsokat, jelszavokat megszerezni. Aki hozzám fér fizikailag is, azzal szemben már nem olyan jók ezek a papírra leírt kulcsok. Tehát egyszerű az algoritmus, rövid üzenetesek esetében működik, hosszú üzenet esetében papírra leírt kulcsok esetében működik. Általában one-time pad nem egy szerencsés dolog, mert kulcsmenedzsment probléma nehéz mögötte. Egyelőre ennyit a one-time padekről, későbbiekben szerintem még fogunk egyszer visszatérni hozzájuk. Másik az a rejtjelező, szerintem védhet ilyen esetben, az a Book Cipher néven emlékező szakirodalom, amikor egy könyvnek meghatározott karaktereire hivatkozunk valamilyen módon, mondjuk egy ilyen hármassal, hogy 126. oldal, 11. sor, második karakter, és az egy H betű. Ez lehet nagyon jól használni, meg lehet nagyon rosszul használni. Hogy lehet ezt jól használni? Először is, ha rosszul használjuk, hogy mindig ugyanazt a betűt ugyanazzal a hivatkozással jelöljük, mert akkor az egy monoalfabetikus rejtjelező, egy betűt egy szimbólumra képez le, és akkor az bukta, akkor a statisztikai összefüggések azok kibuknak a rejtett üzenetben is. Ha mindig különböző karaktereket választunk ilyen módon, akkor ez védhet. Nem jó nagyon közeli karaktereket választani, mert akkor a egymás utáni betűk között lehetnek összefüggések. Valószínű, hogy nem két albetű van egymás mellett egy szövegben magyar nyelven. Valószínűleg nem három ugyanolyan karakter van egymás mellett. Tudunk néhány olyan dolgot mondani, amiket kizárhatunk. Ilyen szempontból ne adjunk több információt a támadónak, választunk egymástól messzire lévő karaktereket. Legfontosabb viszont az, hogy védjük meg a könyvet. Ha ez a rejtjelező azonnal bukik, és nagyon bukik, hogyha megtudja a támadó, hogy milyen könyvet használunk. Tehát akkor nincs esélyünk, és manapság a mai erőforrásokkal reális dolog az, hogy összes létező valaha kibocsátott könyvben végigkeresni valamit. Ez nem egy irreális dolog. Egy Google Search sokkal-sokkal nagyobb, illetve hát nem azt mondom, hogy nagyobb, de ezzel összemérhető mennyiségű adatközök keres, és nem lehetetlen egy ilyen adatmennyiséget átkutatni ilyen szempontból. Mikor lehet használni, ha olyan írásunk van, amiről úgy gondoljuk, hogy a támadó nem férhetett hozzá, ami kiadatlan, csak kéziratban létező, vagy valami ehhez hasonló anyagot, ha tudunk és fel tudjuk használni, akkor arra hivatkozva tudunk így titkosítani ezennek a Book Cipher-nek a segítségével. Persze akkor felmér az a kérdés, hogy el kell juttatni valahogy ezt a
könyvet, ami a kulcsa a másik félhez, amely a másik félnél megtalálható. Ennek a bookciphernek az lenne az egyik előnye, hogy esetleg nem is kell a könyvet továbbítani, csak tudja az illető, hogy melyik könyvtár, illetve könyvtárakból melyik könyvnek milyen kiadását kell kivenni, és akkor ott van benne a kulcs, vagy a meghatározott folyóiratnak a aznapi számát kell használnia mindig, és akkor abban ott van a kulcs, és nem kell mozgatni ezt a könyvet, ami a kulcsot jelenti. Ez lenne az erőssége. Ezt az ilyen eseteket nem használhatjuk igazándiból, illetve a nagyon erős támadók ellenek nem segítenek, mert ezek mind kereshetőek lehetnek a számukra. A következő az már egy igazi kriptoalgoritmus. Solitaire névre hallgat, és Bruce Schneier nevéhez fűződik. Ő egy barátjának a könyvéhez, a Cryptonomicon című könyvhez írta, könyvben Pontifex néven jelenik meg. Ez egy output feedback stream cipher, röviden így jellemezhető, egy véletlen számgenerátor tulajdonképpen, amihez hozzá adjuk moduló az üzenetnek a karaktereit. A ihletet Schneier azt mondja, onnan szerezte, hogy a francia kártya 52 labból áll plusz a jokerek, és az pont duplája az angol ABC karakterének, ami 26, és akkor miért ne telhetnénk valami megfeleltetést ezek közé a dolgok közé. Így lett az ihlet a szolitár irányába. Itt a kártya paklinak a keverésére definiál egy algoritmust, amilyen módon keverjük a kártya paklit. A kártya pakliban a kártyák sorrendje jelenti a kulcsot, és ha ilyen algoritmus szerint keverjük a paklit, akkor a paklinak a kimenete az egy számmal képezhető le, és az a szám hozzáadható a üzenet következő karakteréhez, és tulajdonképpen ennyi a lényege neki. Tehát van egy véletlen számgenerátor, ami a pakli keverése, hozzáadjuk a bemenő üzenetet, és a kimenő üzenetet így kapjuk meg. Folyamkódolók szoktak így kinézni, az autofeedback stream cipher az egy erre vonatkozó kifejezés. Ugyanaz az algoritmus lehet nyilván titkosítani, de dekódolni is. Itt található az algoritmus. Nem is mondanám én ezt végig, hogy pontosan miről van itt szó. El lehet olvasni, és a Schneier honlapján kint van. Amik itt vannak, azok Schneier szavai, kiszedtem belőle a magyarázatokat. A lényeg inkább az, hogy ilyen jellegű műveletek vannak benne, hogy mozgasd a Jokert lefelé, mozgasd a Jokert kettővel lejjebb a pakliban, emeld meg a paklit olyan módon, hogy cseréld meg az egyik Joker feletti lapokat a másik Joker alatti lapokkal. Ilyen szintű műveletek vannak benne, és nem sok. Alapvetően az első négy művelet módosítja a paklit, Joker mozgatásokkal, meg emelésekkel. Aztán pedig arról van szó, hogy a legtetején lévő kártyát számmá konvertáljuk, és annyiadik kártyát nézzük meg, annyiadik plusz egyedik kártyát nézzük meg a pakliban, és az a kimeneti szám, amit az a véletlen számgenerátor, amit itt látunk, vagy elvétlen számgenerátor kiad magából. Solitaire biztonsága. Úgy tervezte meg Schneier a Solitaire-t, hogy azon paraméterek mellett, amiket elén is idéztem, hogy nagy kapacitásokkal rendelkező a mai kor támadóival szemben is védjen. Hát a másik, ami szempont volt a kártyapakliban, ami a szépség benne, hogy semmi különös nincs abban, valakinek egy kártyapakli van. Tehát, hogy a titkosító berendezést keres valaki, akkor nem egy kártyapaklit nézne a illetőnél, illetve, hogyha rátörnek egy ügynökre egy szállodai szobában, és éppen egy kártyapaklit kever, akkor fel sem merül senkiben, éppen a kulcsot semmisíti meg, amivel dekódon lehetne az üzeneteket, amik hozzáérkeztek. És igen, a pakli random megkeverésével meg lehet semmisíteni a kulcsot, mert a kulcs a pakli sorrendjét, a pakli rátjának a sorrendjét jelenti. Rossz hír, hogy hibát találtak a Solitaire-ben, tehát van hatékony... Hibát találtak ellene, bizonyos outputok a random generátorban, valószínűleg más outputoknál, tehát nem teljesen egyenletes eloszlású valószínűségű változó, ami kijön belőle. És hát véletlen számgenerátorra ennél csúnyábban mondani nehéz. Nem. Tehát vannak ismert támadások, próbálkozások ellen, amik működhetnek. Ezt tartják ma a legerősebb, vagy legkomolyabb próbálkozásnak arra, hogy ilyen igazi kriptoeszközt adni, ami modern kripto segítségével nem one-time módon titkosítást hajtson végre. Következő, ezt azért tettem be ebbe az előadásba, Schneier blogjában jelent meg, és áprilisban most, és mivel ennyire friss, ezért került ide be, és ez is lesz a fő kritika, mert szemben ennyire friss, és ezért még semmit nem tudunk róla, mert senki se nézhette meg úgy érdemben.
A kulcs az egy 30 karakter hosszú permutációja az ABC betűinek, ott az ABC mellé hozzávesz még ilyen szimbólumot, ezeket megkeveri, és ez a permutáció az a kulcs. És egyrészt ez szerint egy monoalfabetikus rejtjelező maga ez a handy cipher, amelyik annyi addig karaktert veszi, illetve még egy másik rejtjelező van erre hozzákötve, aminél felírja egy matrix alakban ezeket a karaktereket, és a matrixban ugrik, illetve választ ki véletlenszerűen, vagy egy átlót, vagy egy sort, vagy egy oszlopot. És az benne igazándiból a poén trükk, hogy véletlenszerűen választ, vagy 6 különböző rejtjelező közül, hogy sort, vagy oszlopot, vagy átlót választ az alapján, és így egy karaktert mindig másba képez le. A szerző úgy magyarázta, hogy miért tartja ő biztonságosnak a rejtjelezőjét, hogy annyi hát random van benne, vagy annyi zavart próbált meg dobálni benne, hogy valószínűleg van ellenek hatékony támadás, de ahhoz valószínűleg annyi megfigyelt, nyílt rejtett szövegre, annyi információra lenne szükség, ami papírceruza alapú titkosító esetében nem várható, hogy egyáltalán létrejön ugyanazzal a kulccsal. Persze azért ez egy elég gyanús érve egy kriptoalgoritmus esetében. Jobban szeretne az emberennél masszívabb érvelést látni, de mondom, még semmit nem tudunk róla. Én így ezzel a szimbólumban jellemeztem itt, hogy én mit gondolok róla. Nem bíznék rá egyelőre semmit sem, és olyan nem tetszett annyira. Yes. Következő téma az egy elég nagy és komoly irodalma van, Visual Cryptography-nek hívják. Ebben képeket lehet továbbítani, és arra épül, hogy úgy néz ki, hogy a felhasználó cipel magával átlátszó fóliákat, amelyeknek vannak átlátszó cellái, meg nem átlátszó cellái. És kap egy üzenetet a számítógép képernyőjén, a fóliáját ráteszi, és akkor a számítógép képernyőjén megjelenő üzenet, megből a fólia kitakar részeket, és így kapja meg az üzenetet, ami neki szól. A fóliákhoz még azt teszik hozzá, hogy egyszer használatosak. Tehát nem szabad őket többször felhasználni, mert akkor bukta van. Mutatom, hogy nagyjából mire gondolok én itt. Van egy ilyen fóliám, meg van egy számítógépem, ahol jön a képernyőn egy üzenet. Látom a titkosított üzenetet, meg van a fóliám, és a fóliát fogom és ráhelyezem az üzenetre, és akkor látom, hogy mi az üzenet, ami kijön ebből. Tehát semmi hókusz-pókusz nincs mögötte. Erről persze tudjuk, hogy ez nem annyira jó, mert hát itt a fehérből tudok feketét csinálni, csak a feketéből nem tudok fehéret csinálni. Ez elég komoly input a támadónak. Ez meg van még variálva, hogy ez ne legyen ennyire egyszerű. Azt mondjuk, hogy nem fekete, meg fehér celláink vannak, hanem vannak ilyen celláink, amik a bal fele fekete, meg aminek a jobb fele fekete, és vannak, aminek a bal fele átlátszó, vagy a jobb fele átlátszó. És ha két különbözőt adok össze, és teszek egymással, akkor feketét kapok, ha meg két ugyanolyat, akkor pedig kicsit átlátszót kapok, és ezzel egy extra műveletet csináltam valójában. És mutatom itt, hogy néz ki. Kicsi csalás van egyébként abban, amit itt mutatok, mert itt elvileg az, hogyha ez fehér, meg az fehér, azok egyenértékűek, az attól függ, hogy voltak üzenetben a melyikben milyen fajta bit szerepelt, de tulajdonképpen ugyanúgy látszódik, és egy teljesen tiszta extra műveletet tudok ezzel megvalósítani, és ebből az következik, hogy ez egy one-time pad. Tehát ha már abból következik, hogy ha ezek valóban nem használom újra a fóliákat, és valóban jó minőségű véletlenre épülnek a fóliák, akkor az egy one-time pad. Nem szabad újra használni fóliákat, igen, mert különben nagyon gyenge lesz a rejtjelező, itt is igaz. Illetve a kulcsmenedzsment itt is egy nagyon komoly probléma, ezeket a fóliákat valahogy mozgatni kell, valahogy el kell jutni biztonságos módon a célszemélynek, vagy a célszemélynek el kell vinnie magával, hogy megtalálhatják nála, stb. Tehát ez kockázatosabb, mint mondjuk egy kártyapaklit szállítani, amiben semmi gyanús nincsen. Hát előnye viszont, hogy ha jól használják, akkor nagyon biztonságos tud lenni, és hát a one time pad szerint feltétel nélkül biztonságot jelent. Vannak különböző trükkök, amivel fel van spécizve, vagy fel lehet spécizni, meg lehet oldani, hogy titok megosztó séma legyen belőle, tehát hogy n különböző személy a fóliáit rápakolja, és akkor csak úgy állítható vissza az információ, mint hogyha
hogyha mind az N különböző személy ott van, és bármelyikőjük hiányzik, akkor semmivel nem jutnak közelebb az üzenethez. Extra műveletből következik. Van kiterjesztése, amivel grayscale képeket lehet továbbítani. Ez meg arra épül, hogyha teljesen ki van takarva, részben ki van takarva, nagyon pici a kocka, és akkor nagyon pici fekete kocka, meg fehér kocka egymás mellett szürke kockának látszik az emberi szám számára. És van egy kiterjesztése üzenethitelesítésre is. Ahol később megbeszélek. Még egy ötletet mondok itt, hogyha van két számítógépem, amelyekben egyik sem bízok meg, de feltételezem, hogy nem működnek együtt egymással. Mondjuk egy számítógép, meg egy okostelefon, akkor értelemszerűen szintén one-time perc segítségével egyiken küldöm a kulcsot, másikon pedig kulcsmód 2 üzenetet, akkor ha ők nem játszanak össze, akkor mind a kettővel szemben teljesen biztonságban vagyok. Amit most még mondanék utolsó titkosító pontként, az a steganográfia felvetése, akkor, hogyha az ember géppel szemben szeretne védekezni. Kriptográfia esetében feltételezzük, hogy a támadó ismeri az összes algoritmusunkat, összes részletét a rendszernek, stb. Kerckhoff feltétele szerint. Támadó mindenütt ott van, és minden üzenetet el tud kapni, és tudja, megkapja a rejtett üzenetet, és azt azon tud dolgozni, azt tudja próbálni törni. A steganográfia pedig éppen arra szól, hogy elrejtjük az üzenetet a sok között, nem tudja támadó, hogy pontosan milyen módon rejtettük el, vagy nem feltétlenül tudja, ki kell választani a sok közül, nem abból indulunk ki, hogy megkapja az üzenetet, sőt, ha megkapta az üzenetet, rájött, hogy melyik az, akkor általában bukta van, és akkor a támadó győzött. Tehát nem más jellegű módon közelíti meg a két terület a feladatot. Az a klasszikus példa, hogy gyakran kombinálják a két megoldást egymással, tehát először titkosítottanak valamilyen kriptomódszerrel, és utána rejtik el az üzenetet. Ez arra, egyrészt arra jó, hogy akkor még egy réteg biztonság van rajta, de egy másik sokkal jobb dologra is jó, hogy akkor a kriptográfia réteg elrejti a szabályosságot az üzenetben, tehát nem könnyű úgy keresni, hogy valamilyen szabályosságot keresek bárhol, mert egy teljesen random, amit látunk, egy nullák egyesek halmaza, amit látunk, és nem pedig egy szövegre jellemző statisztikai tulajdonságokkal rendelkező bitfolyamot látok ilyenkor. Nagyon egyszerű steganográfiai megoldások működhetnek gépekkel szemben. Egészen döbbenetesen egyszerek működhetnek. Nyilván az, hogy a kép 24 bites pixelei között az a legalsó bitekben elrejtek valamit, az nem. De hogyha a magában a történetben rejtem el az üzenetet, hogyha a, mit tudom én, ennedik percben, nulla másodperc képen beszél valaki, az egy egyes, ha nem beszél valaki, az egy nulla. Vagy ha felemeli valaki a kezét, az egy egyes, ha nem emeli fel a kezét, az nulla. Vagy ha bal oldalról fényképezik a főszereplőt, akkor éppen egyes, ha jobb oldalról, akkor nulla. Lehet ilyen szabályokat definiálni, és ezeket őrülten nehéz géppel felderíteni. Hát ez buzara megoldás, de ahogy mondtam, itt most nem Kerckhoff feltétel alapján lövünk, hanem ez egy másik játék. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb ezzel érni célt, mint nagyon kemény kriptot csinálni, hogyha nincs olyan gépünk, amiben megbízhatnánk. Másik következő terület, amiről beszélnék, az a felhasználónak a felismerése, a hitelesítése. Itt a alap jelszó esetében a leszni felhetőség az egy probléma. Ezzel szemben szokás a one-time jelszavakat felvetni, és egy kinyomtatott one-time jelszó lista, az egy nagyon erős védelmet jelent egy csak online támadóval szemben. Én néhány évvel ezelőtt láttam bankot is használni ugyanezt a módszert, és nagyon nehéz lehet a fogást találni annak, aki csak a gépet hackeli meg, vagy csak a gépbe tör be. És ezek közül, amiket itt felsorolok, én az igazság ezt látom a legjobbnak. A többi az vagy nagyon bonyolult lesz, vagy nagyon trükkös lesz. Ez átlátható, könnyű, egyszerűen kommunikálható, és nem érzem, hogy sokkal, sokkal rosszabb lenne a többinél, amit itt felsorolok. Egyik első ilyen protokoll, amit publikáltak, a Matsumoto és Imai nevéhez fűződik. Itt ez úgy néz ki, hogy egy ilyen challenge-et kap a felhasználó, kap bele számokat. A kulcs pedig 3 számsorozatból áll,
ez a W azt nevezi Secret Worldnek. Ennek a karakterét kell neki visszaírnia. Az a feladat ilyenkor, amit csinál, hogy megnézi ennek a Lambdának a karakterei, hol szerepelnek a challenge-ben, megjelöli őket, azokra a pozíciókra sorban odaírja a W-nek a karaktereit, a fennmaradó helyre pedig a Deltának a karaktereit írja, teljesen véletlenszerűen. És ez... Erről azt mondták, hogy ez jó és véd, és valószínűleg valamennyire jó is, aztán később megmutatták később, hogy ez mégsem annyira jó, és találtak benne hibát. Az összes ilyen esetében az egyik fő probléma, hogy aki mondja, hogy jó, hogy vajon miért jó. Tudja elbizonyítani valahogy. Alá tudja támasztani, a saját érvelését által nem szokta teljesen nyilvánosságra hozni, nem szokta mindig elmondani, hogy pontosan miért azt találta ki, miért találta ki. Ez volt az első ilyen megoldás, amit publikáltak, aztán több variáció keletkezett neki. Következő, amiről beszélnék, ez Hopper és Bloom nevéhez fűződik, és 2001-es megoldás. Ebben nagyon érdekes gondolat van. Maga a titkosítás az egy mátrixszorzás, a kulcs az egy vektor, és ezt a challenge, amit kapai felhasznál, az egy mátrix, ezt a vektort kell egy mátrixszal megszoroznia. Szerintem sokan vannak közöttetek, akik csináltak már ilyet egyetemen, és tudjuk, hogy asztrális örömetek az embernek, a mátrixot kell szorozni a vektorral, az milyen jó dolog. Nem biztos, hogy sok felhasználat erre rá lehetne venni, hogy ilyeneket csináljon. El is szúrnák időnként, és az az érdekes, hogy protokollban ebbe bele van kombinálva. Azt írt, mondták a szerzők, hogy már egyszerű mátrixozás az lineáris művelet. Ha elegendő párost elkap valaki, elkap a támadó challenge response párost, akkor Gauss elimináció meg tudja fejteni a kulcsot. És azt mondják viszont, hogy ha valamilyen valószínűséggel hibázik a felhasználó, tehát nem minden páros jó páros, hanem vannak között rosszak is, akkor ez nagyon nehéz feladattá válik. És a Gauss elimináció már nem működik, és azt mondják, hogy akkor MP nehézé válik a probléma, hogyha a felhasználó hibázik. És számomra az a bája ennek a megoldásnak, hogy azt a képességét a felhasználók, vagy azt a hibáját a felhasználók, hogy ront időnként, azt abból előnyt próbál kovácsolni. Tehát én az igazság nem láttam egyik megoldásban sem olyasmit, ezen kívül, ahol azt próbálnak kihasználni, hogy az ember másképpen működik, mint a gép. Mindegyik megoldás, amit felsorolok, az embert valamilyen buta, béna, ügyetlen számítógépként mutatja be, és úgy próbál építeni az ember, hogy egy buta, béna, ügyetlen számítógép, amelyik lassan számol, hibázik, nem tud sokat megjegyezni, nem tud sokat fejben tartani. Egyiket sem láttam kihasználni az ember egyéb képességeit, amik pedig vannak. Mondjuk a kriptográfiában nehéz, itt nekik sikerült, és ez nagyon érdekes dolognak tartom. Persze erre jól lőni nehéz, ennek is vannak különböző elemzései ennek a protokollnak, amit mutattak. Meg hát ilyenkor az, hogy a probléma MP nehéz, az nem jelenti azt, hogy az feltétlenül átlagos esetben is egy nehéz probléma, csak az, hogy vannak nagyon nehéz bugyrai neki. Na, nem véletlenül nem azt használják felhasználók beléptetésére, hanem általában jelszót írnak be, vagy valamilyen kétfaktoros autentikációt használnak a gyakorlatban. Még itt a biometriáról van egy slide, amit csak megállítom, ez is van. És ha felhasználót segítség nélkül akarunk azonosítani, akkor ebben is lehet gondolkozni, és erről én többet nem is nagyon mondanék, mert ez a területhez nem értek, de ez sok esetben az egyszerű és jó megoldás, nem pedig a Human Computer Crypto ebben az esetben. A következő terület az üzenetek hitelesítése, tehát hogyan tudja felhasználó megvédeni a manipulációval szemben az üzeneteit, hogy ebből kiderüljön, kibukjon, hogy valaki próbálja piszkálni, valaki próbálja átállítani az üzenet bitjeit. A legegyszerűbb megoldás, ami felmerül az emberben, a szintén egy kinyomtatott one-time jelszó sorozat, ahol vannak egyeshez tartozó jelszavak, meg nullához tartozó jelszavak. Tehát elsősorban az első bit szerepel, második bit, harmadik bit, stb. És a bal oldali oszlopban a nulla, a jobb oldali oszlopban az egyes. És hogyha én most mondjuk elküldöm ezt a jelszavamat, meg ezt a jelszavamat, meg ezt a jelszavamat, akkor azt mondtam, hogy nulla, egy, nulla. Támadó nem tud nullából egyes csinálni, egyből nem tud nullát csinálni, nem tudja megcserélni a betűket, mert ezek a jelszavak csak az első bitet jelenthetik, ezek a jelszavak csak a második bitet jelenthetik, és így tovább, és ennyi. Tehát itt is az kell hozzá, hogy papír legyen, ki legyen nyomtatva, kevés információt lehet így csak átvinni értelemszerűen, sok információt így nem lehet átvinni.
Jelszavakat nem szabad újra használni, itt is arról van szó. Ez is egy one-time megoldás, amely működik, és az lesz a végkonklúzióm, hogy a legkönnyebb one-time megoldásokat felsorolni, amik nagyon rövidkeny üzenetek a továbbítására használhatóak. Ha pedig sokat akarunk továbbítani, akkor pedig lehet, hogy valamilyen gépet kell mégis használni, mert arra nem igazán. A bonyolult algoritmus az ember nem tudja lefuttatni fejben, vagy papíron sem nagyon. Amik vannak, azok a gyengének találtattak. És a one-time pedek lesznek ilyen szempontból, vagy a one-time megoldások azok, amelyekkel egyetlen labdába rúghat az ember, és van esélye. Ha ezt a megoldást elmondtam, akkor a LAMPORT aláírások nem csak egy lépés. A LAMPORT aláírás azt jelenteni, hogy ezeknek a hosszú üzeneteknek hash-ét is képezzük, amikor előbb elkészítjük ezeket a randomokat, és ezeket a hash-eket előtte nyilvánosságra hozzuk. Tehát tudja mindenki, hogy tudja mindenki ennek a hash-ét, ennek a hash-ét, ennek a hash-ét, ennek a hash-ét, stb. És tudja, hogy melyik bitnek melyik állapotához tartozik. És ezáltal, ha a felhasználó ezeket a jelszavakat kiküldi, vagy nyilvánosságra hozza, azzal elkötelezte magát azon a bitnek a küldése mellett. És ez egyfajta aláírás jellegű funkcionalitást testesít meg, szintén one time, tehát nem szabad ezeket a jelszavakat soha többet használni, sőt, ha az egyiket felhasználtam a kettők közül, akkor a másokat meg kell semmisíteni, nehogy valaki felfedhesse. Ez ennyit tud, és nem többet. És azt a hash-t ezt is fejbe kell kiszámolni? A hash-t azt nem lehet fejben kiszámolni, az nagyon-nagyon izmos dolog lenne. A számítógép csinálhatnál meg, amelyik előkészíti ezeket a táblázatokat a felhasználónak. Abba meg kell bíznom. Tehát ez úgy működhet, hogy van egy gépem, az legenerálja nekem a randomokat, kiszámítja nekem a hash-eket, a hash-ekkel én elvonulok messzire, felhőszállok egy repülőre, elrepülök valami messzire, és a világ másik végéről hónapokkal később tudok ezzel ilyen módon üzeneteket küldeni visszafelé. És akkor azt más nem tudja módosítani. Tudom, ez egy ilyen nyakatekert példa. One-time pedek azok ilyesmik szoktak lenni, hogy van egy kulcsom, amit valahogy megkapok, elviszek. Az elején pont azt kérdezted, hogy vajon miért nem az üzenetet továbbítják a biztonságos csatornák a pedet lehet. Igen. Azért, mert az időben elválik. Mert időben elválik, igen. Tehát ha időben elválik, vagy ilyen esetek vannak, akkor tudok a one-time peddel kezdeni valamit. Futár kényelmesen a diplomáciai bőrönbe egy tonna one-time pedet. Igen. Gyorsan használja, amikor kell. Igen. One-time pedek azt mondják, hogy nagyon ritkán vagy nem van time-ok, vagy nem randomok, vagy valami disznóság szokott lenni, körülöttük mindig. Az oroszok el követik. Igen. Ez a LAMPORT hiszen ugye nem csak a hagyományos architektúra, ugye a post-quantum kriptokénekről. Igen, szóval a LAMPORT-tól azt mondják, hogy a hash-nek a ősképellenállóságát kéne megtörni ahhoz, hogy a LAMPORT aláírás támadni lehessen. Az pedig nagyon nehéz, és nem is arról van szó, hogy kvantum ellen is védene elvileg, de hát ez nagyon, nagyon sci-fi és nagyon out of scope most annak, amikor beszélek, de a LAMPORT-tól sok ilyesmit is mondanak. Ugyanakkor egy-egyben nagyon nehéz használni bármire is. Leszámítva ilyen jellegű nyakatekert eseteket, mint amikről most beszélek. Rivest-nek van egy megoldása, amelyik egy olyan megbízható, ez 2002-es megoldás, és olyan megoldásról beszél, hogy van egy olyan berendezés a felhasználónak, ami user interfér, user input nincsen, tehát gépelni nem tud rajta, viszont van rajta egy kamera, és ez a kamera vizsgálja a képernyőt, és karakter felismeri, hogy éppen mit gépelek a számítógépen, amin előkészítem az üzenetet, és valahogy egy bitnyi szinten tud velem kommunikálni, azt tudja mondani, hogy jó, az, valóban az a hash, amit alá akar most írni a gép, vagy nem azt a hash-t akarja aláírni a gép. Ilyen szintű dolog. Ez 2002-ben nagyon, nagyon futurisztikusnak tűnt, ma meg inkább azt mondja az ember, hogy már vannak okostelefonok, és nem azokon van kamera is, meg van beviteli mező is, és akkor most miért nem azon viszem be? Okostelefonra rögtön azt mondható, de azban megbízok egyáltalán, és akkor rá lehet hosszan beszélgetni, hogy ez most melyik a jó. Következő megoldás, ez meg arra épül, hogy a felhasználó biometriai módon küld üzenetet, tehát például egy videó kamera előtt mondja el az üzenetét, és ezt próbálja meg, ezt írja később alá a chipkártyájával, és van még benne egy protokoll, amiben azt lehet próbálja biztosítani, hogy amíg a,
a nem megbízható számítógépen keresztül megy üzenet a chipkártyáig, addig nagyon kevés esélye legyen manipulálni a nem megbízható számítógépnek az üzenetet. Erre a trükk az, hogy sok trükk van, az egyik az például az, hogy a felhasználó a biometriai üzenetnek az elején bemondja az aktuális időpontot, a számítógép is oda kell, hogy írja az aktuális időpontot digitálisan, a végén is bemondja az időpontot a felhasználó, azt is odaírja a digitálisan a számítógép is, és ezek belekerülnek az aláírásba, és ezek eltérnek egymástól, akkor el kell utasítani az üzenetet, akkor valami manipuláció történt, mert nem akkor történt az aláírás, amikor a felhasználó mondta az üzenetet. Tehát ez azt próbálja biztosítani, hogy nagyon kevés lehetősége legyen a támadónak arra, hogy amíg eljut az információ a chipkártyáig, addig módosítsa. Ne tehesse meg azt, hogy elviszi üzenetet, gondolkozik rajta, és amikor legközelebb bír le a felhasználóval, amit akkor küldje bele a chipkártyába, mert akkor az időpontok, amiket a felhasználó elmond, illetve amit ő hozzáillesz, azok nem stimmelnek, illetve ez legyen nagyon nehéz megvalósítani. A másik és az utolsó megoldás, amit én itt most ma felvillantok ezzel kapcsolatban, az meg több chipkártyát használ. Van egy olyan chipkártyám, amivel nullákat tudok küldeni, meg olyan, amivel egyeseket küldök. Mindig időbélyeget aláírom, és még egy időbélyeg rá. Ezáltal meg tudom határozni az aláírás idejét, és az idő pedig fel van osztva időszeletekre, és egy időszeletben, ami mondjuk 5 perc, vagy mondjuk 1 perc, egy és pontosan egy aláírás csinálok, vagy az egyik csak kártyámmal, vagy a másik kártyámmal. És az, hogy melyik kártyám használtam abban az időszeletben, az abban van elrejtve meg az üzenet ilyen szempontból, illetve abból csak az egyiket használhatja az illető. És mivel a másik kártyának a kulcsához nem fér hozzá, nem tud valamit csinálni. Itt is az az igaz, hogy nem teljesen mindegy, mit írnak alá a kártyák, az a lényeg, hogy az a kártya abban az időpontban használva van. És azt használja ki a megoldás, hogy a kártyát tudja befolyásolni a felhasználó, hogy vagy kihúzza, vagy bedugja, és ha kihúzta a kártyát a gépből, akkor a kártyával nem tud mit csinálni a gép. Ha meg bedugtam, akkor tudok vele csinálni valamit. Csak. Tehát időben tudja kontrollálni a kártyát a felhasználó, mikor működhet, és ebben rejti el magát az üzenetet. A végkonklúzió, mint alapvetően az, amit én egyszer már mondtam, hogy nagyon sok tehát vannak különböző megoldások titkosításra is, üzenethitelesítésre is, meg felhasználóazonosításra is. Szerintem két nagy csoportra oszthatóak ezek, vagy one-time megoldásokra, amelyek one-time jelszavakat használnak, vagy one-time padet használnak valamilyen módon. A másik pedig általában vagy nagyon bonyolult, vagy nagyon komplikált, vagy kimutatták róla nem biztonságos. Ebből a csoportból a Solitaire volt az, ami még leginkább kemény próbálkozás volt, és által saradt, valameddig ott is vannak hibák. Van egy csomó olyan, amiről nem lehet tudni semmit, hogy mennyire biztonságos, mennyire véd, és tényleg használható-e. Az a Handy Cipher volt ilyen, amit mutattam, valószínűleg nem jó egyébként, de nem lehet ezt még kimondani annélkül, valaki érdemben megvizsgálta volna. Ahogy mondtam, one-time pedekkel sok baj szokott lenni, gyakran kiderül róluk, hogy nem one-time-ok, vagy gyakran kiderül róluk, hogy nem random igazándiból, amit használnak, vagy a kettő együtt. Nagyon könnyű elszúrni a kulcsmenedzsmentet egy one-time pad körül, és nagyon könnyű rosszul csinálni. De hogyha ilyen erőforrás korlátok közé kerül az ember, hogy felhasználónak gép nélkül, bonyolultabb eszköz nélkül kell titkosítania, hitelesítenie, vagy azonosítania magát, akkor lehet, hogy még ezekkel tudunk a legjobban építkezni. Pusztán azért, mert ezek működnek, hogyha itt a kulcsmenedzsmentet jól csináljuk, akkor azok biztonságosak. Illetve tudjuk, hogy mennyire biztonságosak, és a megfelelő méretű kulcsokat be tudjuk jól lőni. És hát ehhez viszont a kulcsmenedzsmentet valami meg kell oldani, el kell jutatni a one-time kulcsokat CD-n, bőröntben, papíron, stb. És hát a átlag felhasználó számára a jó megoldás nem ez lesz nyilván, hanem az, hogy a berendezések legyenek biztonságosak és megbízhatóak, illetve valamilyen szinten, valamilyen célra legyenek megbízhatóak, biztonságosak és jó használhatóak. Köszönöm szépen, én ennyit akartam beszélni erről az első területről. Ugorjunk akkor át a másikra. Tartsunk szünetet valamilyen szinten, hogy szeretnétek? Megyünk. Jó.
Az igazság, el nem tudtam képzelni, milyen hosszan fog beszélni ezekről. Ez egy szerintem kisebb, rövidebb terület lesz. A PKI alapú SSL-ek szembeni alternatívákról, illetve azzal kapcsolatos problémákról, illetve megerősítési próbálkozásokról szeretnék röviden beszélni. Elsősorban az alternatívákról akartam beszélni, és ennek hatására utána nyomoztam. Van több is, de azok majdnem ugyanazok voltak mindig. Tehát nem sok van. HTTP-es kapcsolat azt jelenti, hogy tudjuk, hogy a megadott website, az URL belé website-tal kommunikálok, a kommunikáció titkosítva van, és senki más nem tudja megváltoztatni az üzeneteket, amiket küldök. A biztonság arra épül, hogy a weboldalnak, webszervernek van egy tanúsítványa, illetve egy kulcspára. Ja, a tanúsítvány igazolja, hogy az valóban az a szerver, illetve valóban ahhoz a szervezethez tartozik, illetve valóban ahhoz a címhez tartozik, attól függően, milyen tanúsítványról van szó, vagy egyiket, vagy másikat, vagy mindkettőt. És hát azt gondolnánk, arról szeretnék beszélni, hogy milyen lehetőségek vannak, ami nem ez. Illetve mi más lehet még csinálni, még mit hogy lehet csinálni. És ezzel kapcsolatban elég sok probléma merült fel a közelmúltban, illetve folyamatosan jelennek meg problémák. A bal oldaliak inkább az infrastruktúrával foglalkoznak, a jobb oldaliak inkább a protokollal, implementációval. Elég sok támadás jelent meg hitelesítés szolgáltatók ellen. A legelső, amely kibukott, az a Komodo feltörése volt itt. A támadó nem a Komodo rendszerébe jutott be, hanem a Komodo egy alvállalkozójához, illetve viszontálladójához a jelszavát szerezte meg, és a Komodo viszontálladójának a jelszava segítségével tudott kibocsátani a Komodo rendszere segítségével tanúsítványokat. Tehát úgymond magát a Komodót nem törte fel, de végül is pont ugye jutott elő Komodo számára tudott adni certificate requesteket, amiket a Komodo aláírt. A következő néhány hónappal később megjelent probléma volt a DigiNotár, ami nagyon nagy port vett fel, itt a hitelesítés szolgáltató csontra feltörték, a HSMJ-ig eljutottak. Ott ráadásul az történt, hogy olyan szinten hatoltak be a rendszerbe a támadók, hogy a szolgáltató logjából nem derült ki igazándiból, hogy pontosan miket adott ki. Tehát olyan tanúsítványokat is írtak, nem tudom pontosan alá, amelyekről nem tudott a szolgáltató, vagy nem tudhatott a szolgáltató, vagy lehet, hogy nem tudott a szolgáltató. A KPN esetében is történt betörés, ott az nem ért el ilyen súlyokat, és nem is biztos, hogy a szolgáltatóra utaztak, ott csak a szolgáltató egyszer csak közölt, hogy talál DDoS eszközöket az egyik webszerverén, és akkor most megijedt. És nem akart a DigiNotár sorsára jutni, ami tulajdonképpen széttettek ennek hatására, és azért a KPN ezt szólt, jelentette, és lépett. A TrustWave esetében, ha jól emlékszem, ott az történt, hogy kiderült róluk, hogy kiadtak olyan CI tanúsítványt, aminek a segítségével valaki bármilyen webszervernek adhatott ki tanúsítványokat, és hát ez nem szép dolog, mert hát ez ráadásul nem is hitelesítés szolgáltatónak adta ki, hanem épp egy cégnek azért, hogy a saját hálózatából kimenő forgalmat monitorozza. Ami végül is nem egy bizonyos értelemben nem egy rossz dolog volt, de attól még egy hitelesítés szolgáltatónak ebben nem illik részt venni, nem illik ilyen módon belépnie. Nagyon sok hír jelent meg a nemzetközi kémkedésekről, támadások célják ellen, amik nem lehet tudni ezekkel pontosan milyen viszonyban állnak, illetve sokat beszélnek egy Compiled Certificate Attack névre elkeresztelt támadásról, ami abból áll, hogy valamelyik kormányzat az ő hitelesítés szolgáltatóját, vagy az önállam működő egyik kereskedelmi szolgáltatót, vagy pedig az önállam működő kormányzati szolgáltatót, akkor azt mondja, hogy tessék kibocsátani nekem egy tanúsítványt erre a doménre, és kész. És esetleg nem is hozhatja nyilvánosságra, nem beszélhet róla senkinek, stb. Ez is vezethet olyan helyekre, hogy az adott ország hárombetű szervezetei monitorozzák a forgalmat az SSL-es kapcsolatokon keresztül is. Ezek is olyan kényes dolgok, amikről nagyon nehéz tudni, hogy mennyire történt ilyen, történik-e ilyen. Van, ahol ez be van jelentve, van, ahol ez cégek hálótában szokott olyan lenni, de akkor nem egy nyilvános szolgáltató vesz részt ebben, hanem a cégnek a belső szolgáltatójának a tanúsítványa van telepítve minden egyes gépre, és akkor a cég a saját rendszerében ezt belügyként megoldja. A jobb oldalon protokoll hibákat soroltam fel, illetve implementációs hibákat,
Illetve volt még egy ilyen cikk, ami nagyon érdekes volt, amiben arról írtak, hogy a kint lévő SSL kulcsok nagyon-nagyon nagy része botrányosan rossz. Nagy rész. Azt jelenti, hogy nagy rész a 0,2%, ami nem annyira sok, hogyha az ember úgy nézi, hogy mégis mekkora hányada, de ha azt nézzük, hogy a kriptográfiának ennél sokkal nagyobb biztonságot kéne jelentenie, és 0,2%-ban rosszul működik az SSL, akkor azért az csúnyán hangzik. Ezekről én nem nagyon beszélnék. Ezeket a protokollhibákat a szabványosítási testületek javítják, dolgoznak rajta, javították. Ezeket a megfelelő fejlesztők befoltozzák, illetve indultak forkok például OpenSSL-ből ennek hatására, hogy biztonságosabb legyen, biztonságosabb OpenSSL variánsok is keletkezzenek. Én a jobb oldali, vagy illetve erről az oldalról szeretnék beszélni, ami nekem baloldali, hogy infrastruktúra erősítésére milyen kezdeményezések vannak, és az infrastruktúrával szemben milyen alternatívák létezhetnek. Az a fórum, ahol ennek érdemi fejlesztése szerintem ma történik, az a CA Browser Forum. A szolgáltatók, illetve böngészőknek egy klubja, ahol ők összeültek, és próbálnak olyan szabályokat hozni, amivel az egész SSL dolgot erősebbé lehetne tenni. A tőlük indult ki az EV tanúsítvány nevű kezdeményezés, ami a zöld színű megjelenő URL-t szokta jelenteni. Ez általában egy olyan kezdeményezés, hogy hogyan adjuk el ugyanazt a terméket sokkal drágábban a felhasználóknak, mert végül is technológiailag ugyanaz van mögötte, inkább megegyeztek abban, hogy milyen szabályok vonatkozzanak rá, hogyan töltsük ki megfelelő mezőket a tanúsítványban, és pontosan milyen ellenőrzési lépéseket végezzünk, és cserébe a böngészők pedig azt mondták, hogy akkor mi pedig ilyen és ilyen különös elbánásban fogjuk részesíteni az EV tanúsítványokat, odaadjuk a szervezet nevét, mert egy sima X509 tanúsítványban az organization mező az nagyon-nagyon sok mindent jelenthet, az EV tanúsítványokban az jobban tisztázva van, mit jelent, hol van írva, ehhez hasonló dolgok. Ez a CA Browser Forum vette a szárnyai alá leginkább ezt a problémát. Baseline Security Requirements néven publikált egy biztonsági követelményrendszert a szolgáltatókra, illetve Network Security Requirements néven pedig egy hálózatbiztonsági követelményrendszert is publikált. Ezek általában nagyon-nagyon alapvető követelmények, tehát ilyenek vannak benne, szegmentáljátok a hálózatokat, nézzétek meg a logokat, néhány ilyen jellegű dolog van benne leírva, nem sokkal mélyebb, nem sokkal bonyolultabb, legyen offline a root, ilyen is van benne például. Elég konkrét dolgok vannak azért megmondva, amikor az általánosságban nem voltak eddig minden célra érvényesek, illetve az egész célják szabályozása nem volt eddig, és hát most sem egyenszilárdságú világszerte. Kérdés, hogy hogyan vannak ezek a követelmények kikényszerítve. Böngészők esetében az úgy működik, hogy ha valaki szolgáltató akar lenni, akkor auditáltatja magát valamilyen auditorral, aki erre jogosult, és azzal oda megy a böngészőhöz, hogy kedves böngésző, légy szíves, vegyél engem be a megbízható tanúsítványok közé. És akkor a böngészővel van valami olyan futballmeccs, amit lejátszanak, és akkor előbb-utóbb meggyőzik egymást, hogy beveszik, nem veszik be. Az auditor az vagy egy WebTrust nevű követelményrendszer szerint dolgozik ilyenkor, vagy pedig az ECSI-nek a követelményrendszere szerint. Az ECSI az európai szolgáltatók szokták használni, WebTrust-ot pedig a többiek. Most beszállt a buliba az Európai Unió is, mert az e-aláírás direktívát lecserélő EU-s rendelet az most már foglalkozik a hitelesítés szolgáltatókkal is, illetve a webszerver tanúsítvány kibocsátó hitelesítés szolgáltatókkal is, mert ez idáig csak az e-aláírással foglalkozott mind az EU direktíva, mind a magyar elektronikus aláírás törvény. Ez az új rendelet az már foglalkozik a webszerver tanúsítványokat kibocsátó szolgáltatókkal is. Az igazság kicsit bennem az volt, hogy ez eddig is működött valamilyen szinten egészen jól, most bevonták a szabályozás alá, nem láttam, mitől működne ennek hatására jobban, de bevonták a szabályozás alá, mert ez a olyan terület, amit jól esik szabályozni. Nem feltétlenül látom ennek értelmét. Függetlenül ezektől. Nem az volt a cél.
hanem az elazonosításnak a megvalósítása, a megalapozása. Tehát igen, ott voltak problémák. Ott volt nagyon sok kísérlet volt arra, hogy az ABC contrast, tehát az attribute-based credentials alapú, ilyen a Brands-féle, YouTube-féle, tehát itt egyrészt a másik pedig a licenszeje, és a nem tudom mi, hogy ilyen a másikat. Tehát itt gyakorlatilag két ilyen, ilyen blindolt attribute-based credential rendszer próbáltak behozni. Mind a kettő van ilyen EU-s kutatási projektben, és mind a, tehát az egyik benne van a Microsoft, a YouTube-jával, a másikban meg az a, az IBM-es projekt, az az ABC Podcast, és ebben meg az a licenszeje, rendszer van benne. És ez lett volna az egyik, tehát én ott voltam, és ezért próbáltuk ezt betolni, hogy valami értelmes dolog kerüljön be. De ez végül is elérzett. Várj, de mondjuk most még ugye pont most a következő egyéb szól arról, hogy ez ilyen, hogy hívja identification sémákat, tehát milyen szorokat meg kell határozni. Igazából akkor most van az egy év, amikor ezt összegyűjtjük, hogy mi az, ami jó lehet, nem? Tehát akkor most van az, hogy még, még simán bármi bekerülhet. Én kicsit szkeptikus vagyok az egész szempontból. Én csak azt látom, hogy eddig volt valami terület, amit nem sikerült jól szabályozni, és most pedig egy sokkal nagyobb területet próbálnak szabályozni ennek hatásával. Persze, tudom, hiányozott az azonosítás, és hiányozott az attribútum szolgáltatás, és ezek mind hiányoztak, és nagyon jók lehetnek, de, de inkább... Na mindegy, én más irányba vinném el az egész dolgot. Visszatérnék a... Beszélnék inkább erről, inkább, mert nem haladunk akkor ezzel. Független attól, mi történik ezekkel a kezdeményezésekkel, amiket CA Browser Forum vagy az EU intéz, a böngészőkben több mint 100 CA van globálisan, és bármelyik hibázik, bármelyik webszerver címre adhat ki tanúsítványt. És bármelyik től szerezett támadó rossz tanúsítványt megszemélyesíthet bármilyen websájtot, hogyha ráveszi a célt, hogy adjon neki ilyet. Különböző országokban, különböző jogrendszerekben működnek ezek a szolgáltatók. Ezek a jogrendszerek valamilyen szinten megbíznak egymásban, de azért láthatóan nem teljesen. Tehát amilyen szinten az országok elfogadják mondjuk egymás útleveleit, ez valami hasonló szinten valószínűleg működhet, de egy sokkal mélyebb bizalmi dolog itt nem biztos, hogy van a valóságban. És szerintem bármit sportolunk itt a PKI körül, nem fogjuk tudni ezt megvalósítani a PKI-ban sem, hogyha a valóságban nincs meg a megfelelő bizalmi háló ugyanilyen szinten. Tehát az, hogy egy adott személy ő, azt lehet, hogy elhiszi egy ország nyugodtan, egy másik ország igazolása alapján valamilyen szintig, de az a szervezet, azt már nem mindig, és nem automatikusan, és nem állandóan, ez már időnként problémásabb. A szolgáltatók között vannak kereskedelmiek, akik mindig, nekik az az érdekük mindig, hogy minél olcsóbban és könnyebben csinálják meg az ellenőrzést. Mondjuk ők félnek attól, hogy ha hibáznak, akkor csődbe mehetnek. Viszont nyilván az alapján fognak auditort választani, hogy ki a kevésbé problémás. Vagy legalább szempont lesz. A kormányzati szolgáltatók esetében gyakran meg még audit sincsen, vagy legalábbis nem kell, hogy nyilvános legyen az audit eredmény, és gyakran egy audit equivalence statementet elegendő nekik mutatniuk ahhoz, hogy bekerüljenek. És kormányzat és kormányzat, és jogrend között is nagyon komoly különbségek vannak, így nem olyan egyszerű az, hogy most mindenkiben ennek mindent elhiszünk, és mindenki működhet. Diszkriminálni pedig nem könnyen diszkriminálhatnak a szolgáltató, vagy a böngészők, nem mondhatják azt, hogy egyik az egyik országot nem szeretjük, másik országot meg szeretjük, vagy ez egy nagyon kényes kérdéssé válik, hogy ilyeneket mondanak. Van egy olyan kezdeményezés, vagy hát hang, hogy legyen kevesebb szolgáltató. Túl sok van, legyen kevesebb. Miért akarok én olyan országoknak a szolgáltatóiban is megbízni, amelyekről sose hallottam, akár az országról sem hallottam. Néhány nagy szolgáltató adja ki a tanúsítványok nagy részét a világon, miért nem elegendő ezekben megbízni és kész? Mert akkor a kis buzra a szolgáltatókat nem törölgetik fel össze-vissza. Illetve akkor nem leszek ennek kitéve. A Komodo volt az egyik, akit feltörtek. A VeriSign volt, a VeriSign-t is érte valami támadás, amiről kevés dolog van publikálva, azt mondják, nem a szolgáltató, nem a hitelesítés szolgáltatót. A GlobalSign-t is érte valami támadás, amiről aztán nem derült ki semmi sem. Azt állította a Commodus feltörő támadó, hogy feltörte a GlobalSign-t is, ami aztán lehet, hogy csak kamu volt és blöff volt. De attól még a nagyok is gyanúba kerülnek ilyen szempontból, és nem arról van szó, hogy csak a kicsiket törik.
Illetve a kis országok nem biztos, hogy olyan jó lesz nekik, hogy ők feltétlenül nagy országok szabálya szerint kell játszaniuk az interneten. Szerintem ez nem megoldás. Ennek ellenére, hogy hát ha egy konkrét alkalmazásban dolgoztok, és egy konkrét alkalmazásnál csak meghatározott célják jöhetnek szóba, akkor célszerűen mindenki mást eltávolítani a tanúsítványtárból, és csak azokat figyelni, csak azokat fogadni el, mert a többiek csak bajt okozhatnak. Általában mindig, ha 16-ok másokat a megbízhatóak közül, akkor azok a célszerű kizárni, és csak azokra fókuszálnak, hogy jöhet valamilyen, tényleg reálisan jöhet valamilyen aláírás, valamilyen megkeresés. Tehát szerintem ez így nem lesz működőképes, illetve túl nagy felfordulásra vezetne. Van egy olyan megközelítés, hogy ne legyen mindegyik célja mindenható. Ne adhassanak ki globálisan tanúsítványokat össze-vissza. Egy kazak szolgáltató ne adhasson ki Csehországba a tanúsítványt, vagy a gmail.com-nak ne adhasson ki tanúsítványt, és nem a kazakokkal van baj, csak hogy miért tenné, leginkább ez a kérdés ilyenkor. Probléma ez ilyenkor, hogy hát de már vannak globális célják, és akkor velük mi lesz? Akkor őket most kitiltjuk? Vagy akkor az a néhány működhet? De akkor miért csak ők? Ez korlátozását jelenteni piacnak ilyen alapon. Mi alapján dőlhetne el az, hogy kik azok, akik bármilyen címre, vagy komos címre is adhatnak ki tanúsítványt, és kik azok, akik csak mondjuk a magyar doménre, vagy csak a lengyel doménre, vagy csak az ugandai doménre adhatnak ki tanúsítványt. Technikailag számtalan lehetőség van arra azt korlátozni, hogy egy adott CA az kinek adhat ki tanúsítványt. Tehát rengeteg olyan X590-es mező van, amivel ezt lehet korlátozni. Van olyan, hogy name constraints, amit meg tudom határozni organization vagy country szinten, hogy hova mehet a tanúsítvány, policy constraint, tehát rengeteg lehetőség van. Itt sokkal inkább olyanok a problémák, hogy a böngészőknek olyan hibák szoktak kiderülni, hogy a basic constraint-et sem ismerik fel a böngészők, tehát nem tudják megkülönböztetni a szolgáltatói tanúsítványt a végfelhasználói tanúsítványtól. Ezáltal egy végfelhasználói tanúsítványokat kezdett kiadogatni, akkor azt a böngésző elfogadja. És ezek nem is sok éves történetek, amik ilyen, illetve sok éves történetek is vannak, meg néhány éves történetek is vannak ezekről. Tehát vannak erre X509 mezők, de az X509-en nagyon kis részét támogatják a böngészők. És gyakran az se úgy, ahogy kellene, de általában nagyon-nagyon komplex dolog egy X509-es fejlánc építés. A CA Browser Forum dokumentumok azok most az újabb kiadásaikban tartalmaznak olyan dolgokat, hogy a CA deklarálhatja magáról, én csak ilyen és ilyen top level domain alá adok ki tanúsítványt. És ehhez hasonló állításokat tehetnek a tanúsítványokban, amik jók, mert akkor remélhetőleg majd tesznek is néhányan, akik nem akarnak más csinálni. Tipikusan kormányzati céljára várható, hogy ilyet fog mondani magáról. Egy kereskedelmi célja valószínűleg nem akar majd ilyet mondani magáról, mert azzal kizárja magát bizonyos üzleti területekre a piacokról. Tehát vannak erre lehetőségek a CA Browser Forum dokumentumokban, láthatóan van ilyen kapacitálás, a böngészők ezt még nem tudják, nem támogatják. Tehát hiába írjad ezt bele egy tanúsítványba, mint szolgáltató, a böngésző nem fogja figyelembe venni, nem fogja elutasítani az olyan országokra vonatkozó tanúsítványaidat is, amiket soha sem tudott volna eszedbe oda kiadni a tanúsítványt. Úgy gondolom, hogy az lehet egy lehetséges továbblépési irány ez, hogy ne legyen mindenható a CA. A self-signed tanúsítvány az eretnekségnek számít általában PKI keretein belül. Az azt jelenti, hogy tudod, hogy titkosított a kapcsolat, tudod, hogy hitelesítve van a kapcsolat, csak ha lövésed nincs, akivel kommunikálsz, de az a nagyon biztonságosan. Ez nem egy... Ezt nem igazán tartják jó megoldásnak. A man-in-the middle támadások ellen az önmagában nem véd semmit. Más oldalról nézve viszont a tanúsítvány mégis csak addig használható, amíg megbizonyosodsz róla, hogy a kulcs, az adott nyilvános kulcs azért az entitásé. Ha már tudod, hogy az ő kulcsa, akkor onnantól kezdve a tanúsítvány már nem kell semmire sem. Ha te ezt megtudtad valamilyen módon, akkor elfelejtetted az egész PKI hierarchiát innentől kezdve, kivéve amíg tudomásodra nem tud, az a kulcs már nem jó. Például lehet az, hogy te megkapod a tanúsítványt valakitől, és az adja, hogy az én tanúsítványom. És ez egy webszerver esetben, ha kezedbe adja ő saját maga, miért ne lenne rossz? Ha kapcsolatban lépsz a szervezettel, és megbeszéled telefonon velük, hogy a ti tanúsítványok fingerprintje ugye ez és ez, és ők azt elmondják és bemondják, akkor ez is egy
jó megoldás lehet. Persze a kérdés, hogy keresedné őket, honnan szedett a telefonszámukat, a weblapukra szedett a telefonszámukat, amit milyen módon vizsgáltál, ez egy kérdés. De ha valaki ezt jó alaposan körüljárja, akkor az lehet egy jó megoldás. Itt ezen a címen olvasható egy értekezés arról, hogy valaki ezt mondja, hogy ez a jó megoldás. Hát én ebben nem hiszek, hogy ez lenne jó megoldás. Eléggé nehézkes volna, hogy mindenki telefonon felhívogassa a különböző webshopokat és megegyezne az ő fingerprintjükben, hogy tényleg ez a fingerprintetek, és akkor gépelem a hitelkártya számot. Ez így nem működhet. Bizonyos, nagyon spéci esetekben esetleg igen. Mi ezt használjuk egyébként? Ezt konkrétan minden websájtokban is használjuk. Vagy ugyan CLCR-et használunk, de lehet a szerszert, és van minden szolgáltatásunkon egy /cert URL endpoint, amire hogyha odamész, ez HTTP-n keresztül is elérhető, ott egy PGP signed fingerprintek fel van a sorolva, hogy a mi certjeink, vagy ennek a certje, ezek a fingerprintjei, és így a tagságnak, akár több tagja ezt ellenőrzi, és mindenki aláírja, és ezen az oldalon van több aláírás, amelyik mindezt tanúsítja, hogy ez a fingerprintünk ennek a szervernek, és ahogy írod, hogy ez nem skálázódik, ebben nyilván igazad van, de kis közösségeknél, és ugye a decentralizált is az internet, azt szerintem pont erről szól, ott ez kurva jól működik, és nagyon-nagyon kiváltja ezt az egész behemolt infrastruktúrát, és egyébként is én nagy híve vagyok annak, hogyha ezeket a nagyokat szétdaraboljuk, és inkább sok kicsi legyen, és akkor viszont már ezekből a kis helyeken ez lehet, hogy skálázódni tud. Mert nyilván a nagyoknál nem fog skálázódni, egy eBay ezt nem fogja tudni megcsinálni, vagy ilyesmi, de mi ezt meg tudjuk csinálni, és az így elég szerintem ez egy jó működő. A dolog elvét tekintve, ha tudod, hogy az ő kulcsa, akkor az így jó. És ilyen alapon, ha PGP-t aláírás tudod ellenőrizni, akkor meg tudod, hogy ez az ő kulcsa, és akkor az így jó. Hát a böngésző nem tudja, a böngésző automatikusan nem tudja, így csak az olyan felhasználó tudja, aki ismeri ezt a módot, aki tudja a PGP-t ellenőrizni, de ha tudja, hogy az ő kulcsa, akkor az egy jó megoldás. Akkor semmi plusz nem ad egy szolgáltató oldalon mögött. Ez most, ezen eddig nem fogom azt mondani, amit az előbb meséltél, ugye ez az én fejemben is előfordult, hogy dobjuk ki az összes célját a böngészőből. Ez egy kiváló gondolat, abszolút támogatom, és csak azokat hozzuk vissza, amikre valóban szükség van. Vagy esetleg csak azokat engedélyezzük, amit már ellenőrizik, akár egy PGP fingerprint ellenőrzésre, ami ugye nem skálázódik, de lehet, hogy bizonyos esetekben én ezt szeretném. Csak jó, tehát az Opera visszainstalálja a saját cert sztorját, akármit törölsz belőle. Van most cert sztori az Operának? Mert volt egy időben, hát, aztán eltűnt. Tehát így nem is tudsz vele semmit sem csinálni. Onnan nem tudsz mit kidobálni. Tehát ők teljesen ragaszkodnak ahhoz, hogy ők azt szállítják, amit. A másik dolog, hogy a böngészők azért nem dobják ki az egyetlen célját sem, hogyha nem csinálva a óriási baromságot, attól félnek, hogy be lesz megperelve. Ez ennyi. Tehát, és ez pedig egy olyan mesh equilibrium, amivel a fogyasztók szoknak. A harmadik dolog pedig, amit még ehhez hozzá szerettem volna mondani, hogy viszont, hogyha kidobáljuk az összes böngészőből az összes célját, és csak ott csinálok egy Web of Trust-ot, hogy a nagy célják egymás között csinálnak egy Web of Trust-ot, és mondjuk egy nemzeti Firefox disztribúcióban benne lesz a netlog, és a netlog az certifikál Web of Trust-on keresztül mondjuk egy Global Sign-t, vagy egy VeriSign-t, vagy ilyesmit, akkor, hogyha eljutok egy olyan weboldalra, akkor ezen a Web of Trust-on keresztül tudom verifikálni, hogy a netlog szerint meg a, mit tudom én, a milyen orosz, meg a nem tudom milyen kambodzsai CIA szerint is a VeriSign-nak ez a certje, és ezt így megkapom, és onnantól kezdve ezt a certet mondjuk erre az egy connection-re el fogom fogadni. Olyan... Most tudom, mit az összes CIA certet. Ugye most itt csak az SSR-ről van szó, meg böngészőről, de most nem vagy benne biztos egyébként futáskor is, de ugye településkor, ugye Windows Vista óta az összes cuccot megnéz, hogy code signing tanúsítvány az jó és vissza, tehát egy megbízható rútig. Tehát ugye most az utóbbi időben is a nagy törés között, mint a code signing kapcsán voltak érdekek, most annyira az SSR csatornák kapcsán gondol, hogy mondjuk az MDTR-es Microsoft CIA-ig visszavezethető Windows update, aláírt Windows update-ek. Tehát azért code signing-gal azért jobban lehet itt most azért bizniszelni. Viszont nem tudom mondom, tehát települni biztos nem fognak a cuccok, ha nem jó az MSI vagy az Exodus DLL. Ez a Blue Code biztos, hogy jó barátja a CIA-knak. Igen. Tudod, mint céges firewall, aki telepíti a saját
célját, kulcsát a céges szerverben mindenhol, vagy a céges proxyn keresztül az SSL kapcsolatot még mit messzhetni. És ezt ugye nem csak céges hálózatban szokás használni, hanem ilyen országos infrastruktúrában is szoktak ilyen, megvédjük az országot. Elkezdje a user traffic-e, akkor igen, akkor oké. Hát igen, vagy minden... group policy-ból lenyomják. Szóval, ha felhasznál tudatában van ennek, akkor az jó. Ha nincs tudatában ennek, hogy őt most éppen menedémétől támadják, az ő biztonsága érdekében az már nem biztos olyan szerencsés. Úgy általában az a véleményem, ha tudod, hogy az a kulcs az a jó, és az övé, akkor minden megoldás jó. Én olyan megoldást is hallottam, hogy valaki egy tanúsítványt vesz egy céljától, és akkor oda kipakolja az ő saját self-signed tanúsítványait, vagy az ő saját self-signed infrastruktúrájának a tanúsítványát, és akkor onnantól kezdve azt kérdezve userétől, hogy kattintsatok ide, telepítsétek. Tehát minden ilyen jó olyan értelemben, hogy amíg tudod, hogy a kulcs jó, addig az rendben van. A skálázhatósággal kapcsolatban vannak problémák. Ez a cikk, amit ott írok, az a Tor Project-től származik, és ott az egyik ember, aki kicsit fanatikusan hangzik, amiket ír, ott a Firefox-ban csinálja ezt meg, hogy kidobálja a céljákat, megírja azt, hogy kell csinálni, és leírja az élményeit, amiket csinál. Neki az olyan jól esett. Nem tudom, Tor, amit csinál. Nem a Tor buzerája, csak a Firefoxon. De csak Toros. Egyébként a Google-ösök is írtak egy blogposztot arról, hogy a Chrome dev csapatának mi erről a véleménye. Ugye eléggé nagy részesedésük van, és ott írták, hogy például nagyon tetszett nekik a Convergence, nem tudom, hogy erről... Igen, Convergence lesz benne. És akkor ők így írták, hogy mi a véleményük arról, mert ugye a Chrome az nem ajánl ki olyan gazdag API-t a pluginok számára, mint mondjuk a Firefox. Tehát nem lehetne pluginként belerakni, úgyhogy ő nekik kéne berakni, és gondolkoztuk igazából, ugye mindig az a kérdés, hogy mi legyen a default, mert azt fogja a userek nagyon nagy része használni, és mondták, hogy ugye ha belerakják valami független szervezetnek, mondjuk a Moxinak, aki írta a Convergence nódjait, akkor ugye kiteszik magukat annak, hogyha azok nem válaszolnak a kérésekre, mert pedig a default userek sokan vannak, akkor ugye a Chrome-ra fogják mondani, hogy szar. Ha meg azt mondják, hogy jó, akkor a Google ad a saját infrastruktúrájával egy fasz a Convergence nódot, és az lesz a default, tehát írhatod, de az lesz a default, akkor meg ugye mindjárt jön, hogy a Google Chrome defaultból minden SSL kapcsolatod részleteit elküldi a Google-nek. Úgyhogy végül arra jutottak, hogy emiatt igen. A közeljövőben ilyen a Chrome-ban. Igen, ezt a végkonklúziót ismertem csak ebből, hogy a Chrome-ban ilyen nem lesz. De ez van. Ez nagyon szépen leírták egyébként, hogy így végigvették a szenáriókat, és erre jutottak. Következő dolog, amiről beszélnek, az a Trust and First Use hozzáállás, ami azt jelenteni, hogy amikor először megkapod a kulcsot, akkor megbízol benne, esetleg ellenőrzöl valamit, és aztán minden változáskor odafigyelsz rá, hogy most mégis mi változott meg. SSH végül is pont így működik, és az SSH-t elég sokan használjuk, és nagyon szépen és nagyon jól működik. Általában senki sem szokta az ilyen fingerprinteket megnézni utána. Van, aki még megnézi, van, aki csak akkor gondol, én csak akkor szoktam belegondolni, hogyha tegnap még működött, és egyszer csak kiírja, megváltozott a fingerprint, és akkor mi az, és akkor, ja igen, újra lett telepítve a szerver. Én ilyen szintre szoktam eljutni ezzel általában, de végül is az SSH így működik, és egész jól működik, és a hüda nagy baj egyelőre nincsen vele. Ez nyilván nem véd a menedékmédel támadásokkal szemben, ha azok az első felhasználáskor lépnek fel, de hogyha már az első felhasználáskor megvan a kulcs, és akkor jó kulcs, és akkor nem volt man in the middle támadás, a későbbi man in the middle támadásokat már az felismeri, vagy legalábbis szól, hogy megváltozott a kulcs. A Z-Phone használ még, Zimmermann féle megoldás használ, nagyon hasonló hozzáállást, hogy szintén első alkalommal kulcscsere, és akkor onnantól kezdve biztonságos a kapcsolat, de az első esetben lehet man in the middle támadás, ott még megvan az egész kicsit csavarva valamire, akkor is fel lehet ismerni man in the middle támadásra az első alkalommal támadáson. De vagy az első alkalommal támad fel a támadó, és akkor nem szállhat ki a kapcsolatból, mert akkor fog változni a fingerprint, vagy pedig ha az első alkalommal nem támadt, akkor már lebukást kockáztat akkor, hogyha későbbiekben nem. Későbbiekben próbálkozik valamivel. Ezt a Trust and First Use az egyik olyan alapelve, amire épülnek megoldások, a másik pedig a Convergence-nek, a Perspective-nek az alapelve, amit fogok mondani, és nagyon másokat nem találtam. Ez a Certificate Patrol, ezt a
Trust and First Use-t próbálja megvalósítani, ez egy Firefox add-on. Ha meglátogatok egy oldalt, akkor kiírja, hogy ennek ez is az adta ki a tanúsítványát, így elég pici, így nem látszik, nem olvasható, de itt megjelenik egy sora a Firefoxban, hogy kérem szépen, ő is ő adta ki a tanúsítványt, és akkor visszautasíthatod, vagy beállíthatod a plugin-t úgy, hogy nagy baj jelenjen meg az egész, és el kelljen fogadnod külön, hogy tovább menjél. És változáskor pedig megjelenik valamilyen figyelmeztető hibaüzenet, hogy valami változás van, és megváltozott a tanúsítvány. Itt vannak ártatlannak tűnő hibá, vagy változások, például, hogyha ugyanaz a kulcs, csak más, ugyanaz a kulcs, ugyanaz a DN, csak más lejárati idővel változik a tanúsítvány, vagy ha ugyanaz a CA, de a CA is változik, akkor valami nagy változás van, akkor valószínűleg jobban sikít ez. A Twitter meg CDN-nek szokták ezt nagyon szét tönkretenni, ennek a működését, tehát a CDN meg a Twitter az minden endpointjánál másik certet használ. Igen. És így teljesen. És ez logikus is nagyon. A Twitter certifikát platformot használni. Gyakorlatilag így kell kapcsolni, mert egyébként semmi értelme az egészet. Van benne egy olyan lista, ahol whitelistet lehetett az ilyeneket, ahol... Lehet, igen, de... Az nem? Azért vicces egyébként, mert a Twitter volt az egyik első mobilap, ami cert pinninget csinált magának. Tehát egy kicsit ilyen önellentmondás a részükről. Mi is a kibocsátós, vagy nincsen közös pont, vagy az mi teljesen tudatlan dolgok, vagy mi ez? Nyilván, de nem, még a root is változik. Ja. Root is változik? Aha. Különböző azért rootok vannak. Ez a legviccesebb az egészben. Egyébként az egyik ide hozzánk közel tartozó ember fejlesztője a certificate platform. Mm-hmm. Igen, láttam magyar fejlesztőt is benne, igen. Mm-hmm. Akkor ezért másik ilyen tool, ami ismert, az a Perspectives, és a Convergence ennek egy továbbfejlesztése, ez arra épül, hogy vannak, Network Notary-nek hívja ezt a fogalmat, a hálózaton különböző pontokon olyan szerverek, amik figyelik a tanúsítványokat, tőlük lehet kérdezni, hogy ti is ugyanazt a tanúsítványt látjátok ehhez is, ehhez a webszerverhez, mint én, és akkor válaszolnak, hogy igen vagy nem. Ha csatlakozol egy weboldalhoz, akkor a Perspectives megkérdezni a véletlenül kiválasztott notary-t, és ők szólnak, ugyanazt látják-e, vagy nem, de a különböző perspektívákból nézzük meg a weboldalt, hogy a hálózat különböző részeiről mindenki azt látja-e. PGP-t használ a kommunikációhoz a network notary-kkel, és szintén használja ezt a TOFU hozzáállást, tehát ha változik a tanúsítvány, akkor szól, és ha változó tanúsítvány esetén nyúl ki a notary-hez csak. Itt is van egy Firefox add-on, cikk is van róla, szemléltetve van, hogy hogyan működik. Van egy weboldal, csatlakozik hozzá a user, és megkezdő, hé fiúk, ti is ugyanazt azt a fingerprintet látjátok? És akkor ők mondják, hogy igen vagy nem, mindenki megmondja, hogy ő milyen fingerprintet, ugyanazt a fingerprintet látja-e vagy sem. Ha a kliensnek, böngészőnek a böngészőhöz kapcsolódik valahogy ez a támadó, aki őt támadja, man in the middle, akkor az nagyon szépen kisül, hogy ők egészen más fingerprintet látnak, és nem pedig ugyanazt, amit a kliens is használna. Tehát akkor az kiszúrja ezt a problémát. Ha a szervernek minden kapcsolatát tudja valaki, tudja támadó kontrollálni, akkor az nem segít. Mert akkor mindenki ugyanazt a tanúsítványt fogja látni. Hogyha ők keseltek egy korábbi tanúsítványt is, nekik feltűnik, akkor lehet ez egyedül gyanús, de egyébként ez ellen a megoldás ellen ez így nem tud, vagy nem sokat véd ez a hozzáállás. A DigiNotar incidenst azt végül is úgy ismerték fel, hogy volt egy iráni felhasználó, aki szólt, hogy kérem szépen, hát hogy a Google átment, neve nincs holland szolgáltatóhoz egyszer csak, és tőlük vettek a tanúsítványt. És milyen furcsa már ez. És ennek hatására derült ki, hogy a Google ezt a tanúsítványt sohasem kérte, a holland szolgáltató meg rájött, hogy sohasem bocsátotta ki, és akkor ebből lett a nagy felfordulás. És ki volt ez a kíváncsi irány? Nem tudom a nevét egyébként az illetőnek, hogy ki volt. Lehet, hogy neki előtt és ott állt már az utcán a fekete autó. Lehet. Nem tudom. Olyan szép tanúsítványt kapott. De láthatom, vannak emberek, akik figyelik a tanúsítványokat, hogy mikor változik, mikor másik. Van, akit érdekel ennyire, hogy megnézegeti.
Ez érdekes. A másik meg pont, amit te mondtál, hogyha például valaki load balancing szempontból minden módon más tanúsítványt használ, akkor az teljesen padlót fog tőle ez a megoldás. Mind a kettő, a certificate pinning is, meg a perspektív jellegű megközelítés is. És már pedig nem hülyeség minden nódon különböző tanúsítványt használni, mert az is, ez egy konzervatív megközelítés, hogy egy kulcs egy helyen legyen, és sehova ne menjen el a magánkulcs része. És akkor a nódok generálják a saját magánkulcsukat, és akkor sok tanúsítvány kell, és ez van. Tehát nem hülyeség. A Convergence-ről, amit én tudtam, hogy hát a Moxie Merlin Spike nevéhez fűződik, szélesebb körben terjesztik ki a notary-ket, tehát mindenki, aki Convergence-t futtat, a notary is egyben, és válaszol is. Jobban lehet befolyásolni, hogy mit állítgatnak, illetve annyira routingot használ a notary-kkel való kommunikációhoz, tehát hogy nem teljesen küldi el mindenki mindenkinek nyíltan, hogy mégis mit használ, kit használ és kihez megy. Tudtok erről többet? Igen. A másik pont nem igaz, és üzemeltetünk egy ilyen notary hálózatot, aha. 10 notary, a notary.hsbp.org-on megtalálható. Aha, akkor többet tudok erről. Nekem egyébként nem volt a Convergence-ben semmilyen alap notary hálózata, amikor letöltöttem. Nekem ez jogos? Keresned. Akkor nekem kell volna megkeresni. Neked töltöd egy bundle-t, amiről a notary-k benne vannak. Aha. És azt neked kell eldönteni, hogy melyik bundle, kinek a bundle jön a bizonyos. Fantasztikus. És még biztosítok egy HSPVP-s bundle-t. Akkor ezt ki fogom próbálni, mert nekem a Convergence volt, az meg nem működött. Tehát baromira nem, mert hogy kellett volna egy bundle hozzá, és az nyilván nem vadáztam. Az meg nincsen update-elve, van belőle egy privát forkom, ami működik a későbbi Firefox-okkal, és mindenki azt mondom, 24 külön kezdettel nem működni. A Firefox add-onoknak általában tulajdonsága, nem? Hogy belik van írva, hogy mikkel működnek együtt, és nem? Tulajdonképpen ezt a két megközelítést találtam, és ami többi volt, és találtam valami írás vagy protokolljavaslatot, az is ugyanezeket tartalmazta, vagy a certificate pinninget, vagy pedig a... Ez hülyeség, amit ott írtam. Tehát vagy a certificate pinninget, vagy pedig a network identity verification tartalmazták ezek, és más ötletet nem találtam ezzel kapcsolatban, mit lehetne még csinálni. Úgy látom, ez a kettő van. Tudtok még? Akkor tudtok még. Az hogy működik? A MonkeySphere, az Web of Trust alapú. Hogy is működik? De hát a második pont. Ezért alapvetően van egy hálózatod, ami alapján próbálod más független egyikásokat. Használsz gyakorlatilag. Tehát az a lényeg, hogy az egy PGP-t használ annak hatására. Az első átkonfrágál a PGP kulcsát, feltöltöd a kiszerverre, és az első találkozásnál szintén megszerzed, ugyanúgy, mint egy ismeretlen levelezőtől kapsz egy levelet, és akarsz neki válaszolni, akkor is letöltöd a PGP kulcsot, és onnantól kezdve azt használod, és nyilván a PGP kulcs elvezetése, meg a Trust alapon működik, és ez be van építve, úgy hívják, hogy MonkeySphere, és majdnem írtunk egy, nem is tudom, hogy van add-on Firefoxhoz, és azért nem használom, mert az X11 fölé épül be a sessionbe, és hogyha jön valami disztribúciós upgrade, és megkérdezi így ártalmatlan, újraindítsam, van kis fél démon, és nem figyelek oda, és nyomok egy entert, akkor hazavág az X-sessionbet is. És ezért inkább nem használom. MonkeySphere az mi nem volt szerencsém ilyen szempontból. Végén vagyunk előadásnak. Én úgy gondolom, hogy amiket mutattam, azok jó trükkök. Nagyon szépen működnek párhuzamosan a CA infrastruktúrával. Jelen formájukban szerintem ezek nem ütik ki. Nem tudom azt mondani, hogy ezek feltétlenül jobbak egyértelműen. Ez persze saját vélemény. Mindegyiknek vannak elég komoly korlátai. A CA infrastruktúrának is vannak komoly korlátai.
arra jó, hogy elmegyek a ilyen eBay-re, és, vagy a EasyJet.com-ra, és akkor kírja, hogy zöld, és rendben van. Nagyon mélyen, automatikusan vakon megbízni ezekben nem lehet, mert mindegyiket emberek, a céljákat is emberek működtetik, emberek üzemeltetik, akik elszúhatják a dolgokat, akiket be lehet csapni, akiket meg lehet támadni. Nem lehet azt állítani, hogy ezek egyikre sem, hogy teljesen tökéletes, és nem is szabad azt hinni egyikre sem, hogy teljesen tökéletesek. Valamilyen peremfeltételek mellett lehetnek ezek jók meg használhatóak. Ha SSL-t használ az ember egy nem böngészőben, amivel mindenféle IBL-ken akar működni, hanem meghatározott helyeken, akkor tanúsítvány ellenőrzésre célszerű odafigyelni, kipaterolni minden olyan célját, amelyikkel nem akarunk kommunikálni abban az automatizált módszerrendszerben, a böngészőre ez annyira nem könnyűen igaz, és célszerű valami certificate pinninget használni, mert azzal nagyon sok mindent meg lehet fogni. És akár a DN-re mutatni rá, akár pedig fingerprintre mutatni rá, ez lehet egy megoldás ilyen szempontból. Nagyon szépen köszönöm, én ezeket akartam elmondani, és akkor kaptam hasznos inputot, meg új trükköket is. Köszönöm szépen.